Három olyan hölgy következik, akiknek a munkája szintén példaértékű, és azt gondolom, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, mert hát Barancsi Ágnes ugye arról híres, hogy ő szereti azért megmondani, amit gondol. Olyan vállalkozókat hívtunk, akik kötődnek valamilyen úton, módon a Túrikamrához, akik szintén fontosnak tartják azt, hogy a helyi értékeket őrizzük, a helyi hagyományokat védjük, és ezek a vállalkozó hölgyek közül van, aki be is szállított a Túrikamrába, és vannak olyanok, akik a saját éttermükbe és a saját vállalkozásukba szintén helyi értékeket és termékeket értékesítenek, úgyhogy ezért van ez a lehetőség, és mi nagyon köszönjük a Karrier és Családpontnak, nagyon köszönjük a Brandetti Kft.-nek ezt a lehetőséget. Nem a mi pályázatunkból valósult meg, hanem 4 évvel ezelőtt egy vállalkozó klubba jártam Szolnokra, ahol nagyon értékes emberekkel ismerkedhettem meg, többek között Szili Nórával, Radó Döni színésznővel, Deme Gábor színésszel, tehát hogy egy ilyen csapatba volt lehetőségem részt venni, és mi kaptuk igazából a lehetőséget, hogy ide szervezzük ezt a programot. Úgyhogy én saját jogon vettem a bátorságot, és hívtam meg a vállalkozó hölgyeket, és szeretném felhívni a színpadra Dobos Ildikót, aki a Szöllőfürt vendéglő. A Szöllőfürt vendéglő ügyvezetője az idős szüleitől veszi át a vállalkozást. Ildikó, szabad mondani, hol dolgoztál? Egy multinacionális cégnél, a Syngenta Seeds Kft.-nél. Profilt váltott Ildikó, hiszen az egy vetőmagos cég, teljes profilt váltott, és hát ugye mi 40-es nők, nevezzük így magunkat, úgy látszik, hogy ez a sorsfordító most a mai világban, ez az életkor, úgyhogy ő is egy más profilba csapott, és próbálja ki saját magát. Ülj le, azt üzeni Nóra. Oda, úgyhogy. Következő vendégünk Molnár Kun Lilla, aki méhészmester, méhész, és nem mellesleg a Túrikamrába szállítja a termékeit, ott látjuk a termék skáláját. Lilla nemrég ment férhez, úgyhogy ezért is kérem, hogy tapsoljuk meg, hogy a mai világban ezt bemerte vállalni. Munkájára sok sikert kívánunk. És akkor jön a harmadik vendégünk, a Nonstop Delicatess üzemeltetője, most már tulajdonosa, Fazekasné Szabó Tünde. Azért egyikünk életesen makulátlan, de hát ez így szép, ha pereg. És azt gondolom, hogy Tünde ugye 3 gyermeket nevel, volt ilyen-olyan sorsa, de azt gondolom most is, és régebben is nyilván példaértékű munkát végez, hát hisz ő látja el a város 0-24-ben. És akkor átadnám a szót Szili Nórának, és további jó szórakozást kívánok nektek. Köszönöm szépen, Ági. Kicsit keserédes volt az eleje. Ez van. Ja, hát biztos van olyan is, aki azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha a Jakubcsek lenne itt. Érted? Ez van. De hát én vagyok itt. És ők vannak itt. Tapsod neki! Az előző kört azzal indítottam, ugye, hogy mi volt az első. Tehát ilyen időugrás volt vissza. Most először álmodjunk inkább, jó? Hiszen mindannyian viszonylag frissen vagytok abban, amiért oly lelkesen lobogtok és csináljátok. Hát a 10 év is még azért, tehát van még hova. Ezért azt kérdezem, hogyha összefutnánk 10 év múlva, akkor mit képzelsz, hogy a Nonstop Delicatess vagy Delicatess hova szárnyal, vagy miről mesélnél nekem, hogy képzeld, Nóra, az elmúlt 10 évben sikerült, hogy
Az elmúlt 10 évben sikerült, hogy egy fantasztikus terasz van a Non-Stop Dali Kártesz előtt, egy zöld terasz, ahol családosok, nyugdíjasok, fiatalok, mindenki együtt ül, akár egy pléden, eszik-iszik, halk zene szól. Ez fantasztikus lenne. Jó, van, jövünk, ha rossz ez. Na, hozzád megyek el a tanyára 10 év múlva? Még vagyok méhészet. Még sikeresebb méhészet. Mit jelent neked a még sikeresen? Igazából az, hogy a jelenlegi állományomat úgy teleltetem be, és úgy teleltetem át, hogy mind megmarad. A jelenlegi állomány mennyit jelent? 100 család. Az hány méhecske? Tehát egy család, egy kaptár. Abban hányan vannak? Hát ilyenkor télen körülbelül olyan 20 000 méhecske. Állomány. Tehát amikor főhordás van, akkor akár 70 000 méhecske is van egy kaptárban. Most teljesen hülyet kérdezek, csak hogy ne vessenek. De van, amelyiket megismered? Persze, hogy nem, mindet név szerint. Én azért beszélek jól németül, mert én Szombathelyen cseperedtem, és ott az Alpok alján nekünk mázlink volt, mert még akkor, amikor a dinók kihaltak, tudjátok, és még csak magyar televízió volt, mi fogtuk az osztrák tévét. És azon ment a Biene Maja, a Maja a méhecske című rajzfilm, tehát én gyerekkoromtól kezdve az Ödrei Rádión, Österreich Ryan, nőttem fel, meg a Biene Maján a Maja a méhecske, tehát Maja és Willy kell, hogy legyen a méhállományban. De nyilván, hogy 20 000-ből ennyi név jut, ugye? Akkor nevezz ki egy maját, ami a Szilinóra méhe, jó? Figyelj, nálad azért érdekes a dolog, mert ez egy családi vállalkozás, amit hát kimatekoztam 91-ben, tehát a rendszerváltás környékén indult a szőlőfürt, és te 1 éve vetted át a dolgot, vagy más? Azt hittem, hogy azt mondtad, hogy 10, hát másfél, azt mondjam már, hülye nagyot tévedtem. De mondjuk tényleg ugorjunk 10 évet. Te, hogy te hogy látod akkor az életet ott, abban, amit működtetsz? Még soha nem gondolkodtam ezen, hogy 10 év múlva mi lesz. De egyben nagyon bízok, hogy a szüleim akkor is mellettem lesznek. Köszönöm. De hogyha egyébként ezt mondod, hogy nem tervezel, vagy nem gondolkozol abban, hogy mi van 10 év múlva, akkor mondjuk hány évvel ezelőtt, mert azt mondtad, hogy egy nagyot álmodtál, de hogy mire ébredtél? Mi volt az álom előtt? Tehát mi voltál te a Non-Stop előtt? Tehát a Non-Stop előtt is vállalkozó voltam, 26 éves korom óta vállalkozó vagyok, kis kocsmákat csináltunk, kis diszkó, kis kocsma, kis füstös, alkoholos, ilyen-olyan-amolyan helyet csináltunk, és akkor egyszer csak arra jöttünk rá, hogy már... A többes szám első személy? Arra jöttem rá, de ugye van egy férjem, aki csodálatos és mindenben segít engem. Tényleg. Arra jöttem rá, valószínű azért is, mert egyre több volt a gyerek mellettem, akik az enyémek, hogy már nem biztos, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Nagyon szeretem az embereket etetni, itatni, szórakoztatni is akár a pult mögött, beszélgetni is velük, de már lehet, hogy nem az alkohol, ami ott van mellettünk, hanem mondjuk egy kávé, egy üdítő, egy szendvics, és ugye az életet is úgy kell alakítani a családanyának, hogy már azért ez rendes élet legyen, és ezért szerettük volna azt, hogy valahogy ezt az egészet összehozni. Hogy legyen egy olyan hely mezőtúron, ami non-stop, tehát a fiatalok is jól érzik magukat, de mondjuk be tudjanak jönni barátnők egy kávéra, egy süteményre, le tudjanak ülni, akár este visszajönni éjszaka a barátnőkkel is, beszélgetni, akár meginni egy-egy italt, de mégis, hogy úgy legyen egy kis átmenet. Ne kocsmázzunk, ne egy élelmiszerboltba legyünk, valahogy a kettő között. Tehát én akkor ott vehetek, vásárolhatok is, meg majszolhatok is, meg csacsoghatok is? Igen, igen. És valószínű, hogy ezt szeretik a legjobban a vendégeink. Mind mezőtúriak, mind vidékiek. Ha, hogyha hozzád jövök, akkor ugye az a feltűnő, hogy valaki a diploma megszerzése után rögtön ezzel kezdett, de tulajdonképpen a diplomád az mi a diplomád neve?
területfejlesztő szociológusként végeztem Miskolcon. 2010-ben, és akkor kezdtem el méhészkedni is. Területfejlesztő mérnök? Szociológus. Területfejlesztő szociológus. Ez mi zümmögött a füledbe, vagy hol? Hát, hogy... Igazániból mehettem volna a polgármesteri hivatalba dolgozni, sőt volt lehetőségem, hogy a munkaügyi központban menjek dolgozni. Másnap mehettem volna. Aztán úgy döntöttem, hogy inkább megyek az erdőbe a méhekkel. Tehát, hogy értem. Tehát, hogy a polgármesteri hivatalban nem megyünk. Oké, az a nem. Méhek. Tehát ezt az irányt, ezt, tehát, hogy honnan vannak, honnan a méhecske szeretet? Vagy a micimackóból indulunk? Vagy honnan? Igazán, hogy volt egy lehetőség, hogy el lehet végezni egy méhésziskolát, és akkor belevágtam. De mi vonzott benne? Igazán, hogy volt a szabadság, a természet. És ez a mai napig megmaradt, imádok kint lenni közöttük, sőt, hogyha rossz kedvem van, akkor az apiterápia segít. Kimegyek, és akkor nézegetem őket, illatolgatom, ott vagyok, és megnyugszom. A méhecskék jó feje? Igen. Mert? Vagyok az anyukájuk, és akkor engem megismernek. Tényleg? Ilyen okosak? Nem, igazándiból ez úgy működik, hogy én ott megnyugszom közöttük, és igazándiból a méhek a hirtelen mozdulatokra támadnak. És akkor... Érzik a te nyugodtságodat? Persze, érzik, de tűzfüggetlenül nem ismernek meg. De érzik, persze. Jó, tehát, hogy a diplomád, tehát a szüleid mit szóltak ahhoz, hogy elvégezz szociológus diploma, lehetne egy stabil állás egy irodába, ehhez képest meg itt menekül kifele a civilizációból vissza a természetbe. Édesanyám egyébként orvos, és ő is elvégezte a méhiskolát, és most ő is méhészkedik. Ezt szóltak tulajdonképpen a vállalkozásomhoz, hogy anyukámnak is van külön méhállománya, és akkor mi csajok együtt méhészkedünk. Benne van ebben a töltődés, a természet közeliség, meg hogy nagyon látható, kézzelfogható és ízlelhető a munka eredménye, nyilván, amiről majd beszélgetünk. Tőled azt kérdezném, hogy az a sok év, másfél évtizednél több multis tapasztalat. A multitról valahogy az a képzet az embereknek azért az egy taposómalom adott esetben 10-12-14 óra, még éjszaka is, még a projekt, meg a leadás, meg a töttörő. Mi mindent tanultál és hoztál a multi létből? Hogy kell bánni az embereken? Ott nagyon-nagyon sokat tanultam az, hogy emberekkel együtt dolgozni, alkalmazkodni másokhoz, hogyan lehetsz vezető, a pontosság, precízség, mert azt elvárták ott, az nagyon fontos volt. És igazából ott tanultam meg dolgozni keményen. Már az is bennem volt, mert genetikálisan én ezt hozom, de igazából ott nagyon sok mindent tanultam amúgy a multinál. Igen, ott amúgy az ember egy saktáblán egy játékos csak, és nagyon nehéz az, mert nem tudod, hogy miért dolgozol, mi a célod, de igazából az igazi elismerés sosem kapod meg ott. De itt azért másabb vállalkozóként is, mikor a saját malmodat hajtod. Jó, de hogy kerültél a multihoz, és miből lett elég? A multihoz lediplomáztam, és tisztán olyan voltam, mint a szavaz rám, szaladgáltam mindenhova önéletrajzol, és mindenhova beadtam az önéletrajzomat, de valahogy senki nem látott bennem egy olyat, hogy meg az, akkor jött az, hogy a diplomás bért kellett akkor adni, és úristen, mi ennyi bért nem tudunk adni, ez volt, de valamiért a Syngenta az bevállalta, ő sem adta meg akkor a diplomás bért, de valahogy pont volt egy rés, oda jó lettem. Ott is a ranglétra alján kezdtem. Szépen. Milyen diplomád van? Végeztem mezőtoron tájgazdálkodási mérnöknek. Vannak más végzettségeim is, de a diplomám az erről szól. És akkor ott először kezdtem ott határozott idejű szerződéssel, aztán utána ugye határozatlan idejű szerződést kaptam. És ugye 16 évig ott keményen dolgoztam. Tényleg úgy gondolom, hogy szívvel, lélekkel. Aztán, hogy jött ez a vállalkozósdi,
Hát igazából valahogy mindig éreztem, hogy a vendéglátás vonz. Elvégeztem kereskedelmi boltvezetői végzettségem van, szakácsvégzettségem, dietetikus szakácsvégzettségem van. Mindig próbálkoztam apró pici dolgokkal, hogy valamit úgy közel álljak ehhez a vendéglátáshoz, vagy ehhez az egészhez. De nem fogalmazódott meg bennem sose, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Miközben a szüleid gyakorlatilag, amikor te cseperedtél, akkor már működtették a... Azt a boxust odébb vonzolom, mert már egy masször nincs mezőtúlom. Ezek a pózok. Na. Adott volt a lehetőség, de valahogy sosem gondolkodtam abban, hogy én. Mert azt a szüleim alapították, ők vitték nagyon keményen, és valahogy nem igazán hozta ki úgy az élet. Próbálkoztam mindig, de valahogy nem igazán hozta ki úgy az élet, hogy én ott dolgozzak. Aztán édesanyám, kis Csell. Azt írtad, hogy Csellel, mert hogy az apu nem nagyon akarta, de hogy anyu egy ügyes Csellel. Mi volt a Csali Csell? Hát volt egy unokatestvéremnek a fia, papi esküvő volt, és igen nagy létszámú rendezvény volt, és anyukám megkérte arra, hogy tudnék ebben segíteni. Hát mondom, miért ne? Hát akkor felszolgálok. Utána jött a következő rendezvény, hogy jaj, fiam, lenne még egy rendezvény, tudnál-e abban is segíteni? Miért ne? Persze, anyu, megyek segíteni. De mellett ugye dolgoztam a Szingentában is. És utána jött még egy rendezvény, hogy nem tudnál kivenni szabadságot, fiam, mert hát most már van még egy rendezvény. Persze, anyu, ezt is megoldjuk. És akkor utána jött az, hogy apukám egészségállapota sajnos egyre jobban romlott, akkor el kéne menni az iparkamarához egy előadásra, ma apád nem tud elmenni. Oda is elmegyek, anyu. Na, te tartottál előadást? Nem, én csak részt vettem. Na, azt hittem, mondom, máért, tehát három rendezvény után elmondja a tutit, hogy kell azért. Nem tapasztalattal rendelkezek, nem. Nem is kell olyan tapasztalat, szívem, azt tanítja, érted, aki nem ért hozzá, tehát... Na, igen. És akkor utána mondtam egyszer az apunak, hogy figyelj már, apu, nagy az én popom, de azért egy popóval két lovat nem tudok megülni, hogyan legyen tovább. És akkor mondta, hogy természetesen, fiam, gyere át akkor. És ez így történt, akkor utána ugye még hát a napraforgó szezont csináltuk a Szingentánál, én ugye azt mondtam, hogy ezt a szezont szeretném teljesen lezárni, úgy átadni az utódomnak, hogy ez ugye rendben van, és akkor utána szépen ugye átmentem az anyai cégéhez, ott is kezdtem teljesen a ranglétre alján, tehát... És innen folytatjuk a ranglétre, az ovis jelem alján kezdted. És ez nekem nagyon tetszett, tehát nem az volt, hogy anyu rögtön a vezetői irodába ültetett, de hogyha valaki úgy dönt a friss diplomájával, tulajdonképpen azért inkább társadalomkutatási területről, a szociológia felől érkezve, hogy a mélyekkel kezd foglalkozni, meg elkezdi tanulni. De egyedül kezdted az egészet? Jó, hogy anyu is elvégezte aztán, de ő egy kicsit később. Nem, mert te 2010-ben diplomáztál, ő meg 12-ben végezte a méhész tanfolyamot, ha jól tudom. Igen, tehát 2010-ben diplomáztam, és 11-ben végeztem el a méhészképzést, anyu meg egy évvel később 2012-ben. És akkor már volt a tanya, vagy vettetek egy tanyát, vagy hogy épülgetett ez az egész? Ez egy hosszú folyamat, tehát én mindig azt javaslom, aki szeretne méhészkedéssel foglalkozni, hogy jónak tűnik, de ezért nem egyszerű dolog, és ne vágjon bele egyből nagyja, hanem folyamatosan. Tehát mindig, amit én megkerestem, belefektettem, visszafordítottam, és akkor úgymond a 10 év alatt sikerült már eljutni oda, hogy egy 3 éve van már meg a tanya. De szállítójárműtől kezdve minden, ami kis bevételem lett, akkor mindig visszaforgattam és beruháztam. Napi hány óra meló volt? Változó. Igazándiból, ha szezon van, tehát készítjük a méheket főhordásra, akkor tulajdonképpen majd csak 0-24. Egy vándorlás is úgy működik, hogy nappal felkészítjük a méheket, estére beülnek a kaptárba, bezárjuk őket, és akkor föl a szállítójárműre, és akkor elszállítjuk őket bárhova, ahol éppen nem fagyott el az akász. Most az utóbbi évek nehézségei ugye ez, hogy nagyon nehéz jól legyen. Na, hogy te vagy a taxisra a méheknek? Hát igen, most folyamatosan egyik a cégkategóriás jogosítvány, tehát... Hát a méhecske nem megy el maga összeszedni a cuccot, azt
hazahozni a dolgot, hanem azt vinni kell. De elmegy körülbelül 5 kilométerig. De ahhoz, hogy különböző fajta mézeket termelhessek, mint hogy látod is, hogy mindenféle színű fajta van, annak az az ára, hogy én elviszem őket. És akkor tulajdonképpen vándorlunk, ami felér egy aktív nyaralással. Hát ki kíván nyaral valaki 100 méhecskével, családos túl, érted? Családi nyaralás, méhbarát helyeket. Keressünk, van a kutyabarát szálloda, meg a méhbarát erdei tanya, vagy nem tudom, kúria. Tehát ez, akkor ez egy nagyon, nem viccelem el, csak hogy szerintem nem sokan tudják, vagy lehet, hogy én, érted, a városi liba, nem vagyok, nincs képem arról, hogy ez milyen sokszínű tevékenység. Azért a biológia órán se tanultunk olyan sok mindent arról, hogy a méhészet mit jelent, vagy tehát azért ilyenek a kérdéseim, ami néha vagy elviccelek, de mit jelent aztán az, hogy méhész mester vagy? Mert méhészettel foglalkozom, méhész vagyok, méhész mester. A méhészet az, amire tényleg, tehát mindenre azt mondják, hogy a jó pap holtig tanul. Tehát idősebb méhészekkel is, mikor beszélek, ők is azt mondják, hogy 50 éve méhészkednek, és minden év tud valami újat tanítani. Na most nekem a következő lépés, miután elvégeztem a méhészképzést, az egyik mentorom mondta azt, hogy hát fiatal vagyok, ambiciózus, akkor miért ne lennék mély egészségügyi felelős? És akkor ez volt a következő lépés, hogy Gödöllőn elvégeztem egy mély egészségügyi felelős iskolát, és 2014 óta úgymond én mások méhészetét is vizsgálom, és előszeretettel segítek abban, hogy mások is jól tudjanak méhészkedni. A mély egészségügyi felelős az méh doki? Tulajdonképpen az a feladata egy mély egészségügyi felelősnek, hogy a úgymond betegségeket észrevegye. Tehát magyarul diagnosztizál, fölírja a gyógyszert, receptre, viszi szanatórium, nem? Nem, tehát igazából én javaslatot tehetek arra, hogy hogyan lehet mondjuk azt a méhészetet jobbá tenni. Persze vannak olyan betegségek, ami bejelentés köteles, és ugye ott a hatósági állatorvos laboratóriumi mintavétel, tehát megvannak ennek a különböző folyamatai. A méhész mesterség az pedig 2016-ban lett. Az tulajdonképpen szintén egy iskola, úgy voltam vele, hogy miért ne tanulnék, tehát ez is egy kihívás. Mert pont olyan, mindig azt mondom, hogy olyan jó, hogy ha valaki mester, és akkor ott van a nagy mester igazolvány, és igen, én a méhészetnek vagyok a mestere, és ugye ebből annyi előnyöm van, hogy oktatok is, tehát új méhészeket tanítok, és vizsgáztatok is. Tehát tulajdonképpen ez a mestervizsga, meg hát tulajdonképpen a diplomám is, ez erre visszavezető. De várjál, hát van a 100 család, meg a tanya, meg a különböző szezonban a különböző tennivalók, meg utaztatni őket, meg mit tudom én mindenféle, meg másokhoz járkálni. Hát ezt nem is tudom összerakni fejben, hogy mifajta életrendi vagy időrendi beosztás szerint kell ehhez működni. Ahogy éppen sikerül, meg kell mindig szervezni. Tehát lehet, hogy fölkelek holnap reggel úgy, hogy szeretnék menni A-ba, aztán B-be megyek végül. Mert más lett a terv, módosul. De neked van a hétvégéd? A méhek tudják, hogy szombat van, ma nem jön a gazdi. Nem, nincs. Tehát most például indul a méhész tanfolyam, az pedig hétvégi oktatás lesz. Tehát igen, én vagyok. Tehát te tartod a méhész tanfolyamot. Fontosnak tartod egyébként ezt a szakmát minél többekhez eljutatni? Nem tudom, hogy állunk ezzel Magyarországon. Én azt gondolom, igen, de többek között azért is, mert sokan azt gondolják, hogy csak kirakom a kaptárt, és akkor örülök. De nem, tehát nagyon sok szervezés és borzasztó nagy háttérmunka van ahhoz, hogy ilyen szép üvegbe kerüljön a méz. Tehát ez nem csak annyi tényleg, hogy elmegyek és jól érzem magam az erdőbe, tehát mi ezt folyamatosan szervezzük. Ezért van az, hogy eltervezem, hogy jó, az időjárás úgy néz ki, hogy jó lesz az akász, akkor holnap indulunk. Hú, de úgy néz ki, eső lesz, akkor induljunk már most rögtön. Tehát az időjárás az nagyon tud minket befolyásolni,
és meghatározza, de ehhez képest, vagy ezek mellett ugye nagyon oda kell figyelni az, hogy minden precízen, pontosan meglegyen, mert nyilván ebből élek én is, tehát az a lényeg, hogy minél többet sikerüljön velük termeltetni. Tulajdonképpen meg kellett tanulnod a természethez alkalmazkodni, vagy nem megpróbálni legyőzni, mert úgysem megy, hanem együttműködni vele. De hogy aztán ebből hogy lesz brandépítés, és mi az, hogy lilla méz, erről beszélgetünk. De tulajdonképpen a non-stop nyitvatartás az 0-24-et jelent? Igen. Mi az a non-stop? Igen, 0-24. És meddig vagytok nyitva? Ez rendszeres kérdés. Igen, hát tényleg 0-24-ben vagyunk. Egyedüli nap, mondjuk jó, most a Covid az megint más, de ezt hagyjuk. Egyedüli nap a karácsony szenteste, amikor a férjem dolgozik délig. Senki más nem dolgozik, a dolgozók pihennek, mindenki pihen, a nők pihennek, és ő dolgozik délig. És akkor másnap, tehát karácsony első napján reggel 8-kor nyitunk ki. Ez az egyetlen egy nap, amikor bezárunk. Mondod ezt csillogó szemmel. Még más szeretne egy kicsit lustízni. Lustizunk mi is. Azért már az évek alatt, most így már most 10. évben azt mondom, hogy most már egyre többet vagyunk otthon, illetve a gyerekek miatt, hogy egyre több időt szeretnénk a gyerekekkel tölteni addig, amíg kicsik. A legnagyobb gyermekünk 16,5 éves, de most arra jöttünk rá, hogy ő már nem biztos, hogy annyira szeretne velünk lenni, de majd biztos szeretne velünk lenni egy kicsit később, majd egy pár év múlva sokat, és akkor most a két kicsi miatt úgy döntöttünk, hogy egy picit többet vagyunk otthon, de ez nem azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig úgy dolgozunk, mint a güzű, meg otthon is folyamatosan jár az agy, de a hétvégén azok a gyerekek, meg a nyaralások, azokat nagyon fontos, hogy együtt legyen a család. Azt írtad, hogyha a 10 év tapasztalatával most vágnál bele, azért lennének dolgok, amiket másképp csinálnál. Nyilván a saját bőrödön tanultad a vállalkozós díta kockázatokat, a hullámvölgyeket, a mindent, az elakadásokat, nem tudom, a megküzdéseket. Igazából milyen tanuló pénzeket kellett fizetni, vagy mik voltak olyan fajta tévedés, vagy naivitás, amivel indultál, vagy indultatok, és aztán kiderült, hogy na, ez itt nem így működik. Igen. Ugye a vendéglátásból jöttem, mint mondtam, tehát az alkohol szakból jöttem, és nem gondoltam arra, hogy az emberek nagyon-nagyon szeretnek enni. Tehát például úgy nyitottunk, hogy mondjuk csak a kávé az nagyon fontos volt, a kávé szeretet az első perctől kezdve, tehát a kávégép, és annak a latte, a kávé, a cappuccino, az folyamatosan jött, de nem gondoltunk arra, hogy etetni is kell az embereket, hogy minél tovább ott tartsuk őket, illetve hogy minél több embert oda hívjunk, pláne 0-24-be. És akkor körülbelül egy olyan egy év távlata után jöttünk arra rá, hogy el kellett kezdenünk árulni először a fiatalok felé az amerikai hotdogot, utána a hamburgert, utána a kíroszt, utána a különböző rántott húsos szendvicsek, és annyira megváltozott a vendégkör, tehát például a reggeli vendégeinknek az életkora nők, férfiak, vegyesen, és általában a 30-tól az 55 éves korig is jönnek a szendvics, a kávé, meg hát mondom, tehát a rántott hús. A rántott hús szeretete szerintem az mindenkiben benne van. Tulajdonképpen meg kellett tanulni a napi ritmust és a napi igényeket, mert hogy próbáltatok minél nagyobb célcsoportot lefedni, de ez nagyon különböző igények kielégítését is jelent. Igen, próbáltuk a házhoz szállítást is, de ugye mi ez kisváros, meg ez most évekkel ezelőttre mondom. Most már nagyon-nagyon sokan szállítanak házhoz mezőtúron, mi még most sem. Mi azt mondjuk, hogy nagyon kicsi város ez, jöjjenek el hozzánk, beszélgessenek velünk. Annak idején próbáltuk, nem jött be. Lehet, hogy előbbre szaladtál időben, mint ahogy a gondolkodás volt. Emlékszem, hogy mi kitaláltuk a barátaimmal, mondjuk akkor, amikor anyukádék indították az üzletet, a vendéglőt, hogy kéne csinálni, úgy hívtuk, hogy Hello, egy ilyen bolond kacatok boltját, és mindenféle ilyen feliratok, meg hülyeségeket kitaláltunk, megelőzze mindent, és aztán pár évvel, akkor egyetemisták voltunk, nagy ilyen csomagoló papírokon írtuk az ötleteket, és pár év múlva megnyílt a Boszorkány konyha Pesten, a tötörö, 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 és minden, a feliratos bögrék, az mind ott volt nekünk egy papíron, de hát sem nem volt pénzünk, és még nem volt rá, nem érkezett még meg rá a kereslet, vagy az étvágy, vagy a
megelőztük akkor a korunkat, de hát ezen most már mások gazdagodtak meg. De a 90-es évek igénye a vendéglátásban, azt gondolom, azért nagyon más volt, mint ami 2020-ban. Írtad, hogy anyukádék is mindig követték és fejlesztették a dolgokat, de mégis, hogyha az akkor, hogy nézett ki, mit kínált az a hely, és mit kínál, amikor átvetted, és aztán mifelé indultál? Kezdjük az elején. Hát... Ugye egy szomszédos telek. Tehát anyuék ott, ugye volt, laktatok valahol, és akkor megálmodták ezt a dolgot. Laktunk valahol, és a mögötte lévő épületet megvásárolták. Elkezdtek agyalni, hogy mit lehetne ott csinálni. Volt ott rengeteg ötlet, de aztán a végén valahogy ez a vendéglátás lett. És mellettünk működött egy zöld kereszt gyermekrendelő. És mivel ugye van egy törvény, hogy bizonyos méteren belül ugye alkoholos italt árusító hely, iskola és egészségügyi intézmény közelében nem lehet, csak úgy, hogyha meleg étkeztetés van. Ezért ugye gyorsan ugye raktunk be egy meleg étkeztetést is mellé. De igazából amúgy igény is volt rá, mindig, és az évek alatt mindig ugye alakultunk, bővültünk. Én emlékszem rá, tényleg 14 éves voltam, amikor ez az üzlet megnyitott, és ez egy nagyon-nagyon öreg épület, és előtte édesanyám még amúgy fazekassággal foglalkoztat, és előtte ott tartották még a kerámiákat, ez egy raktár is volt, tehát amúgy nagyon sok minden célt szolgált ez a szőlőkő. Ha mesélni tudnának a falak, Akkor nagyon sok mindent tudnának mesélni, mert mielőtt még raktár is lett, még bátyámnak is volt ott egy kis kuckója. Azt hiszem, az ő történeteiről is tudnának mesélni. Azt majd 11 után, és a 12-es karika, 16-os karikát tesszük ki. Hát tényleg nagyon sok minden történt abban az épületben, és sok, tehát azért az egy szomszédos telek volt, tehát egy szomszéd nénitől vásárolták meg a szüleim. És azért már most jövőre 30 éves lesz a szőlőfőt, szerintem ez egy vendéglátó egységnél ez egy nagyon-nagyon szép kor, úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre meg is tudjuk ezt ünnepelni, meg is akarjuk, tervem van. És ugye 30 év alatt ez az üzlet, és látszik is magán az épületbe, ha bejön valaki, hogy ez a bővülés is látszik, hogy mindig-mindig bővült, olyan, mint ez egy kis... mozaik, vagy patchwork tényleg, hogy itt hozzátódva, ott, és igazából mindenütt az édesapámnak a keze nyoma látszik, mert apu olyan kis ezermesternek gondolja magát amúgy, de az is hozzáteszem, és akkor mindig hozzáépített, hozzárakott, hozzábarkácsolt, és... Mi volt az ő együttműködésük titka? Tehát apu volt az ezermester, anyu volt az ízlé... Anyunak borzasztó jó ízlése van, és ő mindig az volt, hogy te Imre, láttam ezt meg ezt, meg kéne csinálni. Ő innovatív, ő mindig látta a szépséget, meg ő mindig gondolkodott, hogy mi az, amit hozzá lehetne rakni. Az apukám a pénzügyminiszter, ő az ész volt, úgymondva, aki a gazdasági dolgokat átlátta, hogy te Kati, ezt nem kéne. De anyu azt mondta, Imre, és akkor ez így ilyen... Imre, te ezt így akarod. Te mondtad. Anyu olyan jól tudta irányítani az Imrét, és... Cseles a te anyád! Hát, ahogy téged is becserkészett meg Imrét is. Így van. Ügyesen csinálja. És... A nők iskoláját is meg kéne csinálni ott a szőlőfürdnek a mellék épületébe. Majd én moderálom. És hát... Végül is igen, tehát olyan szépen irányítgatta anyu aput, meg úgy mindenkit, de az a lényeg, hogy tehát ez együtt tudott működni úgy, ahogy ez van. Együtt hozták ezt létre. És ez így szép, ez a történet, így kerek. És az is, hogy te ebbe aztán egyszer csak bár nem tervezetten, de becsatlakoztál. Hogyha így nézzük, hogy mit tud anyu, mit tud apu, vagy mit tudtak sok éven át, és raktak össze sok éven át, akkor szerinted te a múlti tapasztalatodból, meg a fiatalságodból mi az, amit bele tudtál tenni, bele tudsz tenni ebbe a hagyományok és ugyanakkor innováció övezte szőlőfürdbe? Hát a lendületet, azt a rengeteg energiát, és amúgy rengeteg ötletem van,
és tehát én is innovatív vagyok, és látok dolgokat, hogy mi kell, és rengeteg ötletem van, iszonyat sok. Én még magamon is meglepődök, hogy honnan jönnek ezek az ötleteim. De mindig van valami újabb ötletem, amit csak azért is meg akarom csinálni, és meg fogom csinálni, mert megpróbálom. Mert ugye nem csak etettek, itattok, hanem már rendezvényeket is kitaláltál, vagy ilyen közösségszervezést, ami fölmerül a non-stopnál is, hogy összejöjjenek tematikus programokra az emberek. Igazából egyik ismerősöm mondta, mert akkor is már mondtam, hogy szeretnék ilyen esteket, meg ilyen egyéb kis külön kis rendezvényeket, és azt mondtam, miért nem próbálod meg, megkérdeted, vagy eljönnek, vagy nem, mit veszítesz vele? És valahogy mindig ez csengett a fülembe. És akkor egyszer az anyu mondta, az anyu, hogy de hát fiam, próbáld meg. Jó, és akkor az legelső, ami ilyen volt, az a Halloween estünk volt, a több faragás, lassan már egy éve lesz. És most is lesz, ez itt a reklám helyén. És ilyen naívan, akkor vegyünk 20 tököt, majd lesz valahogy. És mikor már a 60-at szereztük be, akkor mi magunk is meglepődtünk. Az azt jelenti, hogy 60 tököt ajándékoztunk el családonként, és ugye mellé raktunk egy kis büfét, egy kis kacatárium által egy kis ugye segítség is jött, ők is ugye a kézműves foglalkoztatást adták, mellé hoztam be helyi vállalkozókat, akiknek ingyen adtam helyet, hogy árulhasd a termékeidet, hogy így több vállalkozó összejöhessen egy helyen, mert nem tudhatod az életben, hogy mikor jön majd az, hogy ők fognak nekem segíteni. És akkor egy olyan fantasztikus élmény lett belőle. Aztán utána lett a Mikulás. Hát az is ilyen tényleg hatalmas volt, hogy úristen, honnan jönnek még. A Kossuth út az teli volt autóval, már majdnem a Táncsics úton álltak, meg mi is csak lestünk. És most már tudjátok, milyen Pesten élni. Dugó. Tényleg ezzel jöttek, hogy Ildi, nem tudunk hova parkolni. Hát mondom, jövőre lezáratom a Kossuth utat, ennyi. Ezt is elintézzük. Aztán utána jött az, hogy akkor szeretnék borkóstolót, és azon is meglepődtem, hogy két időpontot kellett megadnom, mert annyian jelentkeztek rá. Tehát van a helyi embereknek erre igény, de nem tudnak elmenni mondjuk Budapestre, meg ott magasabb árkategóriában van. De úgy gondolom, hogy mi megadjuk azt a lehetőséget a helyi embereknek, hogy eljöhessenek egy ilyen rendezvényre, és ők is részt vegyenek egy ilyen egy olcsóbb árban, ugye? Mert meg nem tudnak hova a helyiek kimozdulni. Nincsenek rendezvények, a mikorunkbelieknek, vagy idősebbeknek, vagy akár a fiatalok nem tudnak hova menni. Nincs már diszkó, nincs új szórakozó hely. És utána jött a nyáron egy sörkóstoló, aztán utána csináltunk csülökestet, saslikestet, és hát stb. És még vannak terveim. Egyébként ez olyan jó nekem ezt hallani, ahogy így életet, meg különböző ilyen kis találkozási pontokat létesíteni egy kisebb településen, mert én hazamegyek Szombathelyre, és mindig úgy elszorul a szívem, hogy este 8-9 után üres a város, nincs is hova, nincs is, most már nekem nagyon nincs is kivel beülni, miközben a szülővárosom, gyönyörűnek látom, tüneményes terek vannak itt is, tehát hogy ilyenek, hogy pezsegjen, hogy ne menjenek el a fiatalok. De például, ha már erről a modernitásról, vagy az új korszakáról, vagy a fejlődésről beszélünk, akkor ugye nagyon érdekes, hogy hogyan lehet innen, de mezőtúron túlmutatva is kilátszani egy termékkel, amit azért sokan forgalmaznak. Nevezetesen, hogy jelentéssel bírjon egyszer csak a lilla méze. Ha azt mit szeretnél, hogy mit higgyek, vagy mit érezzek, vagy mit gondoljak, vagy mit gondoljanak, hogyha, úgy tudom én, már ismert lesz kellőképpen a márka számodra, hogy a lilla méze mit jelent? Mi a lilla mézének a unikális jellege? Igazándiból az egész ötlet az úgy született, hogy önmagában az, hogy méz, az egy csodálatos dolog, tehát egy egészséges élelmiszerről van szó. És ugye hál' Istennek van lehetőségünk arra, és mindig azt mondom, hogy oké, megvesszük a csokoládét persze, na de hát a mézből is, akárhányféle fajtát, és minden nap jut egy fajta íz, amilyen hangulaton van éppen. És úgy voltam vele, hogy én ezt szeretném minél több helyre eljuttatni. Eleve nekem ugye az a mottom, hogy minőséget képviselek, és ugye mézet adni és kapni egyaránt öröm, tehát akkor, ha éppen valakinek csak picikébe van rá szüksége, akkor picikébe. És akkor a lilla mézet tulajdonképpen az egy az egybe én vagyok. Kedvesség, szeretet, egy kis üvegcsébe.
egy kis üvegcsében, de közben meg nem csak üvegcsében mézecske van, hanem még azért, hát végül is az ember mindig tanuljon valamit. Azért a szappanfőzést is kitanultad, meg... Az még folyamatban van, de lesz majd bővítve úgymond a kis repertoár, tehát úgy gondolom, hogy a szappan az fog maximálisan passzolni a mézhez. És még ugye ezen kívül én is kreatív embernek tartom magam, és akkor ó, de szépek a viaszgyertyák, hát ugye azt is a méhek a viasz, és hogy valamit lehetne abból még kezdeni, és akkor egyszer csak rendeltem az internetről egy ilyen formát, próbálkozzunk. Aztán azóta már egész sokat próbálkozok, és sokat készítek, és nagyon szeretem a gyertyakészítést. Taps! Többek között az első ilyen nagy gyertyakészítés az a barátnőmnek az esküvőjére, amikor azt mondtam, hogy jól szeretné, hogy sok-sok gyertya, és akkor jusson a gyerekeknek is kismaci, akkor szívecske, meg ilyen ölelkező szerelmes pár, és akkor mindenki visz haza gyertyát a násznéből, és mondtam, hogy jó, akkor megcsinálom. És ez hány darab gyertya volt? 130-140 körülbelül. És így kezdőként? Igen, igen. Szeretem a kihívásokat. Jaj, értem. Utána, utólag már jó, de azért ott azt gondolom, hogy az előző napokban azért volt néha ilyen te jóságos Isten, miért lett szamár ebből a bárányból? Volt egy pár éjszaka, ami álmatlanul el, de utólag visszagondolom, maximálisan megérte. És milyen büszke vagy rá, meg örök élményt jelent nyilván a barátnőnek. Álmatlan éjszakák, non-stop üzlet. Hát hülye vagyok. Hát hülye vagyok. Egyet álmos éjszakátok van. Álmokkal, én nekem most már van álomfogom régi csipkéből, de tehát álmatlan éjszakád volt, hogy fejed törtél valamin, hogy... Nagyon gyorsan elalszom, meg kell, hogy mondjam, korán kelek. Inkább az a baj szerintem a vállalkozóknál és nálunk is, hogy arra riadsz, hogy úristen, ezt nem csináltad meg, jaj, ezt elfelejtettem, vagy pedig egész éjszaka dolgoztál álmodba. Adtad, vetted, tetted, raktad. Tehát, hogy elfáradsz már, mire felkelsz. Álmatlan éjszakám, akkor, hogyha esetleg van valami konfliktus, hogyha mondjuk egy-két munkatársammal nem úgy jövök ki, ahogy kellene, vagy nem fogadja el a tanácsot, vagy egy-két vendég esetleg nagyobb barátság alakul ki a kiszolgáló és a vendég között, és mondjuk néha-néha visszaél vele a vendég, és egy picit megbánt, talán emiatt. De ugye vállalkozás miatt nem, az stabil, mert magamba bízok. Dolgozom, és mindent meg tudunk csinálni. Azt hiszed nekem, hogy boldog vagyok. És ezt olyan ritkán mondják ki emberek, és te ezt papírra vetetted. Neked igazából, hogyha amikor azt mondtad, hogy boldog vagyok, akkor mi minden jut eszedbe tünde, hogy tehát mi az, amitől ezt ki tudod mondani? Tehát a vállalkozói lét egyfajta szabadságot hoz az embernek. Tehát a boldogság, szabadság, család, anyagi jólét nem biztos, hogy annyira fontos, ami kell, megvan. Biztos lehetne jobb, biztos lehetne szebb, biztos lehetne még több. Nem biztos, hogy fontos ez. Család, meg a szabadság. Ez a fényes oldal. Ugye ezt egyébként mindenki nagyon irigyli is, vagy tudja irigyelni. Mint ahogy a sikert is tudják irigyelni. Csak nem feltétlenül irigylik azt az utat, amit akár a szüleid bejártak, vagy akár amit te teszel meg nap, mint nap, vagy éppen időjáráshoz alkalmazkodva, vagy ahogy te neked kell áthangolni, vagy módosítani a rendeléseket éppen. Tehát, hogy a sikernek, éppen mondom valakinek, a sikernek nem titka van, hanem ára. Szerinted vállalkozóként a boldogságért, a szabadságért, a sikerért közben mivel fizetsz? Rengeteg idő, rengeteg munka eleinte. Rengeteg munka. Aztán valaki folyamatosan benne dolgozik. Van, aki nem is tudja abba hagyni. Vissza kell fogni egy picit. Nem szabad mindig benne lenni. Megőrül az ember. Meg hogyha szerintem vannak egy-két buktatók, mondjuk egy-egy büntetés,
egy-egy olyan ellenőrzés, amiben hibázol, észreveszed, mert mikor már benne dolgozol nap, mint nap, úgy egyszer csak elfelejted a szabályokat, vagy nem biztos, hogy annyira következetes vagy a szabályokkal kapcsolatban. És akkor ugye jön egy ellenőrzés, biztos, hogy mindig jön egy ellenőrzés, amikor már nagyon jól megy, és akkor jön egy büntetés, és nagyon nehéz, nagyon-nagyon magasak a büntetési tételek, nagyon nehéz kifizetni. De akkor is talán én azt vallom, hogy akkor is fel a fejjel, előre, és meg kell oldani, át kell ugrani az akadályokat. Ugye a ti vállalkozásodok is családi vállalkozás, tehát a férjeddel együtt, ugye 11 év vagytok házasok, tehát gyakorlatilag együtt csináltátok meg ezt az üzletet? Ő neki akkor még volt egy munkahelye, több munkahelye volt. Igazából ő volt az, aki rájött arra, hogy most ebben a helyzetben abba kell hagynia a munkahelyén való rendszeres napi járást, és inkább be kell segítenie többet a családi vállalkozásba, hogy az életünk simábban menjen. Ugye együtt dolgozni isteni áldás lehet, meg közben átok is lehet. Tehát, hogy 0-20... Imád, hol a férjed? Jó van, tehát, hogy akkor nyugodtan domálhatunk. Szóval, hogy ez egy két élő dolog, a mindent együtt csinálni, és hogy este akkor miről beszélgetünk, mind a ketten ugyanaz, tehát, hogy tudtok így vigyázni arra, hogy ne sérüljön az üzlet, és ne sérüljön a magánélet, hogy a vacsora ne arról szóljon, hogy mi van az üzletben, érted, vagy hogy más helyszínt ne mondjak. Hát ő azt mondja, hogy fejezzem be, és innestől kezdve nem beszélünk az üzletről. Ez az igazság, mikor hazaérünk. Egyelőre minden működik, amikor meg, de ezt már megvan beszélve kettőnk között, amikor ő úgy érzi, hogy neki ez elég volt, akkor újra elmegy máshova dolgozni. Hál' Istennek nagyon-nagyon jó képességei vannak, és mivel, hogy fantasztikus ember, úgy is fog magának találni bármikor munkát. Hát az ő szabadsága is megvan, talán ez is egy titok. Igen, igen. Mert ugye ez furcsa, hogy akkor kit mennyire köt meg a dolog. Te most, aki frissen férjhez mentél, egyébként ő kapta veled ezt a 100 méh családot, vagy ő neki köze volt ehhez tehát, hogy ezek járulékos alkatrészként jöttek, mint az ember hozza a kutyáját, tehát néhány szárnyast. Ő is szakmobil, és ő is méhész. Nem mondod. Na, összesen hány kaptár van? Hát így van, most 100. Ja, hogy együtt, ez már együtt van, ez már az összeadott. Igen, tehát most vissza is vettünk belőle, mert már sok volt, tehát ez a 100, ez pont az a létszám, hogy ezzel még lehet, de most újabban bejött az is, hogy eladok belőle, és akkor az már egy biztos. Egyébként akkor viszont köztetek, mert ugye Tünde az előbb elmesélte, hogy körülbelül milyen dinamikával működik. Ti ezt talán gyakoroljátok, vagy tanuljátok, vagy csiszoljátok, de nálatok mi a munka megosztás? Mert a lila méze mégiscsak, nem tudom, a férjed keresztneve mi? Tehát nem Ferenc méze, értem, hanem lila méze. Tehát, hogy mit tesz Ferenc bele, mit tesz lila bele, miközben mind a ketten tudjátok a szakmát. Maximálisan bátorít engem, tehát ami nekem esetleg hiányzik önbizalomna, benne az maximálisan megvan, és tulajdonképpen ő lök engem előre is segít, támogat, és akkor így lesz ez tulajdonképpen egy teljes egész. Hát én valamit kitalálok, akkor ő támogat benne maximálisan. A szakmád révén találkoztál vele? Igen, igen. Még annó 10 évvel ezelőtt ő volt a tanárom. Jaa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 a
zümmögött a fülébe picit, és kizümmögték az igent. Hát az csak most nem olyan régen. Igen, tehát nekem maximális támogatás. És a munkamegosztásban is? Hát úgy szoktuk, hogy ő egyik végén kezdi, meg a másik végén, aztán középen találkozunk. Ez milyen szép szimbólum. Koncentrálunk olyankor, mindenki azzal van elfoglalva, de egyébként sosincs ebből vita. Tehát mindenki tudja a dolgát, és az a jó, hogy nem is kell kimondani, hanem ő tudja előre, és én is tudom.
az, hogy milyen termékek legyenek, milyen ízek legyenek, hogy hányféle micsoda legyen, ez alapvetően a te döntésed, a te fantáziád szárnyal, vagy te nézel utána, hogy mivel lehet ezt a brendet építeni, vagy ő is ilyen kreatív. Ebben ő nem szól igazándiból bele, ez teljes mértékben rám van bízva, ő csak örül, hogyha sikeres vagyok. Nekem megakadt a szemem egy olyan terméken, hogy ámorméze. Ma gondoltam magamba, ez például micsoda? Ez a növénynek a neve. És tulajdonképpen a rendes akác virágzás május után, május vége, június eleje virágzik ez a növény, ez egy cserje növény, és az a neve, hogy Amorpha fructicosa. És akkor innen jött az ámor. Ez egy nagyon finom, aromás méz, a mézek királyának nevezik, és szív- és érrendszer erősítő, tehát nem véletlenül. És nekem ez a kedvenc mézem. Hát ott jól megakadt rajta a szemem. Mi van még, ami szíved csücske? Sajátos, speciális méz? Sok mindennel próbálkoztam már, igazándiból az alapvető az, hogy a méznek maradjon meg az eredeti íze, tehát persze teszek bele magukat, ízesítem levendulával, de alapjáraton az alapmézek, tehát az akászmézet is nagyon szeretem, igazi hungarikum. De most újabban nagy kedvenc lett a repceméz is, mert egy különleges méz. Tehát mindig azt mondom a érdeklődőknek, vásárlóknak is, mikor választani akarnak, hogy érdemes mindet kipróbálni, mert mindegy más élmény, mint a repcire is azt mondták, hogy olyan, mint a marcipán, olyan, mint a fehér csoki, igen, mindig más, tehát minden egyes nap, mikor megkóstolom, mindig más érzek benne. És pont ez a jó, hogy mikor mézes reggeli is van, és akkor ez egy ilyen országos program, most sajnos a Covid miatt nem lesz, de majd tavasszal bepótoljuk. Mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy mennyibe, tehát egy csokoládé is, mennyibe kerül, meg a szülőknek is, hogyha megnézzük, iszonyatos a kilósára, és akkor azt mondják, hogy a mézre drága, de nézzük meg a kilósára, a csokihoz képest mennyi. És egyből nem drága, mikor egy kiló mézet veszünk figyelembe, és ráadásul egészséges is. És akkor egy mézes reggeli van, akkor a gyerekeknek mézes teja, és akkor mézes falatok, és bármelyik mézet meg tudják kóstolni, és nagyon sokan nem is tudják, hogy hú, milyen jó a méz, mert hogy nem kóstolják meg otthon. Igen, ez valószínű, hogy ez ilyen kultúra kérdés, hogy az ember beépíti egy gyerek életébe, ez is egy küldetés lehet, hogy a fehér cukrot mondjuk cseréljük le mézre, vagy hogy ahogy a melanzsnál, vagy a melanzsnál fel lehet, ugye a mézes melanzs, az egy gyönyörű ital, és benne van a méz, szóval egy csomó játéka és kifutása lehet ennek. Igen, igen, teljes mértékben, és nekem ez a mottóm is, sok mottóm van ebben közöttek, hát küldetés is, hogy minél több emberhez eljusson a lilla méze. És az egészséges táplálkozás. Egyre többen vallják már ezt, hogy tényleg vissza kell térni ahhoz, hogy egészségesen. Ebben a rohanó világban ugye nagyon nehéz, és akkor, ha már ebbe én egy kicsit tudok segíteni, akkor már elértem a célom. A természettel barátságban, a természethez közel, egy természetes étekkel, természetes módon az egészségért, és még szívvel, lélekkel, ha jól értem, a lilla méze receptje az valami ilyesmi. A szőlőfürdből még szemezgessünk egy kicsit, hogy tulajdonképpen neked, ugye beszéltünk arról, hogy mi az, amit hoztál a multitól, de ugye azt is megfogalmaztad, hogy ott tudtad a célt, meg hogy mi a feladat, projekt, miért dolgozunk, de nem magának dolgozik az ember. A másik oldala ennek viszont, hogy vállalkozóként, akár még a szüleiddel együtt is, de jóval nagyobb a felelőssége bármilyen döntésnek. Tehát e tekintetben egy kicsit át kellett állítani az agyad? Igazából 3 gyerekes anya vagyok, tehát a felelősség az, meg ha belegondolok, én mindig egyedül neveltem gyerekeimet. Mindig volt egy párom, a volt férjem, aztán volt egy párom is, de mindig én voltam a nagy ősanya, tehát az a felelősség mindig rajtam volt, hogy én 3 gyereket neveljek. Korrekt most? Hát a legnagyobb fiam 22, a középső 14, a legkisebb 13. Nekem egy apától van a 3 gyerekem. Jó, van, lehet ezzel kérkedni. Én örülök, hogy nem maradtam az elsőnél, és nem szültem neki még 2.
Én örülök, hogy a három tőle lett, de pont. Így el vagyunk mi nők, tehát lányoském nem férfitől imádjuk őket. Csak néha messziről. Hálás vagyok neki, három gyerekemért kb. Ennyi. Ugyanezt gondolom. Na, férfiak előtt. Ennyi elég van. Lapozzunk. Tehát felelősség, három gyerek, oké, az... De hogy így gyakorlatilag a megélhetés felelőssége van, a családi megélhetés felelőssége van, és csajokkal beszélgetek. Így van, ez egy kicsit más, mert most nem csak a három gyerekem van, most már a szüleimet is idézőjelbe el kell tartanom, tehát már most öt gyermekem van, úgy szoktam mondani, igazi nagy családos lettem, és ott van még az alkalmazottak is, az is borzasztó nagy felelősség, ők is családanyák, családapák, és amúgy ez egy tényleg hatalmas felelősség ez az egész. Nem egy kis csapatról beszélek, ez egy nagy csapat már, ami van mögöttem. Gyakorlatilag emberek és hozzátartozóik megélhetése fölött diszponálsz adott esetben egy jó vagy egy rossz döntéssel, hogy bővíted a portfóliót, vagy de az egy rossz irány, vagy buksz rajta, vagy éppen beüt a járvány. A 2020 ilyen szempontból mire tanított? Hát nem merjek nagyot álmodni. Tehát merjek álmodni, de csak úgy észem álmodjak nagyot. Egy, kettő, meg amúgy azt, nekem az, az biztos, hogy azt észrevettem, hogy egy hatalmas csapat van mögöttem, egy borzasztó összetartó és egy elmondhatatlan milyen csapat van mögöttem, és köszönettel tartozok nekik. Mire gondolsz most? Mert valami előjött most élményként. Igen, például a Covid alatt, mikor jött az, hogy a italrészlegünket be kellett zárni, és a konyha volt, és ugye az ember szinte percről percre gondolkodott, hogy most hogyan döntsön, mind döntsön, mert nem lehetett tudni, hogy a következő nap ugyan milyen újabb rendelkezést hoznak, és szinte percről percre gondoltad át az egészet, hogy mit kéne csinálni, és ott vannak az alkalmazottak, hogy ügyesen logikázál, és az egészet hogyan tudod kihozni, hogy ne kelljen elküldeni senkit sem, mert tényleg, ahogy mondtam, ők családfenntartók, és meg tud oldani az ő anyagi dolgaikat is. És úgy gondolom, hogy akkor kijött az, hogy ez egy összetartás, ez az egész, az az erő, ami bennünk volt, akkor az hihetetlen elmondani, hogy mindenki mögöttem állt, hogy igen, mi mögötten állunk, és megcsináljuk, igen. Ez milyen elképesztő egyébként, hogy egy ilyennek tud lenni hozadéka vagy bizonysága, mert ez a bajban ismerszik meg az ember vagy a csapat. Ez ebben az évben szerintem nagyon sokakat. Így van, ez így van. Hogyha a Covidról gondolkodunk, azt a méhecskék, erről nem olvastam, hogy érzékenyek lennének rá. A más kérdés, hogy a kereskedelem az, hogy volt, hogy mézből bespájzoltunk-e vagy nem. Hogy én nem tudom, ti mit csinált, nem tudom, nem nézel be senki kamrájába, hogy hány kiló lisztetted be március 18-án. De Pesten azok a nők, akik egyébként szerintem a lisztet az karácsonykor veszik, vagy néha behabarnak, megvitték érted raklap számára, mondom, mi van már, mit szar, a szórod otthon magadra, vagy mi? Cukrot meg lisztet. A WC papír, hát jó, hogy be voltunk szarva ezettől, de... Mit csinálsz? Gulát építesz, babám? Vagy mi lesz? Na mindegy, kimentél a méhekhez, ott meg tudtál nyugodni a Covid-tól? Egyébként sem voltam ide. De megszoktad a maszkot. Így van. Igazándiból mi sokat ebből úgy nem érzékeltünk, tehát minket nem akadályoztak a munkavégzésünkben. Kint voltam a természetben, a tanyán, a méhek között, tehát abszolút nem voltam gátolva. A vándorlásban sem, sokkal kevesebb emberrel találkoztunk, sőt, nekünk az a jó akkor, ha nem találkozunk emberekkel, mi így kapcsolódunk ki a természetben. Tehát neked a Covid az üzletileg sem, meg semmilyen módon nem roppantott? Úgy fogalmaznék, hogy a mézfogyasztók száma az megmaradt, sőt, inkább a aktuálisan megvásárolt mennyiség az, tehát rendszeresebben vásároltak nyilván, vendéglátóegységek, szállodák, tehát ez érezhető volt, de jött ugye az oktatás, és az meg kárpótolt, tehát nem unatkoztam egy percet se, sőt, nem éreztem azt, hogy most kevesebb lenne, sőt, inkább több lett, tehát megoldottam azt, hogy jó legyen. Ezért szeretnék úgymond méhészeten belül is több lábon állni, hogy mindig legyen egy B-terv, meg egy C-terv is. Igen, ez egy nagyon nagy tapasztalás egyébként, hogy nem hihetjük már magunkat biztonságba, mert hogy ez az, amire se a szüleidnek nem volt receptje, forgatókönyve, tapasztalata,
se senkinek, és a minden, ami biztosnak tűnt, mert hisz én tudom, képes vagyok rá, mert csinálom, azt így hupp, egy pöccintéssel egyik napra a másikra vették el, hogy tűnt el az életünkből. Nektek egyébként ez a járvány veletek mit tett? Egyszerűen fogalmazzak, hatalmas gatya volt az egész. Tehát a március 15-i vasárnap még az egy ugye csúcsnap volt, mert akkor zárva voltak a multik, mi nyitva voltunk. Már akkor érződött, hogy az emberek kevesebbet akarnak jönni, de még mindig volt forgalom, és 16-ától hétfőtől, majdnem hogy a nullától egyenlő volt itt vidéken, a kisboltokba, kis élelmiszerboltokba, körülbelül egy hónapig. Nagyon nehéz volt. Mi is összeültünk a dolgozókkal, munkatársakkal, megbeszéltük mindent. Volt, aki elment ugye táppénzre, volt, aki hazament pihenni, volt, aki elkezdett tanulni otthon, de ugyanúgy együtt maradtunk, hál' Istennek, és ugyanazzal a csapattal vagyunk a mai napig. És nagyon örülök neki. Föl lehet, szerintetek másképp gondolkozik az ember egy ilyen tapasztalat után, hogy milyen biztonsági szelepeket kell beépíteni egy vállalkozásba? Igen. Én azt gondoltam, hogy ami pénz ott van a fiókban, most így átvitt értelemben mondom, bármi jöhet, minket kihúz bármiből. És az a pénz elfogyott 2 héten belül. Tehát az a pénz kevés, sokkal több pénz kell a biztonsághoz. Tehát sokkal jobban kell takarékoskodnunk. Igen, mert ugye amikor van, addig csak magadra gondolsz, meg a családodra, hogy a családodnak és magadnak elég legyen. És amikor jött a baj, akkor rájöttünk, hogy ebből nem csak nekünk kell, hogy jusson, hanem a munkatársainknak, dolgozóinknak és az üzletnek. És arra pedig már kevés volt. Tehát a jövőben akkor ez egy másfajta üzleti tervezést igényel. Te ugye azt mondtad, hogy megtanultad, hogy nem lehet nagy, tehát lehet, de inkább nem ekkorát. És még milyen hozadéka van gondolkodás vagy szemléletformálásban a csapat erején túl neked, mint vezetőnek? A Covid? Igen. Túléltétek, hogy nagyon erős a csapatod, de hogy vezetőként miben kell, vagy tervezőként, hogy kell másként, vagy milyen biztonsági szelepeket lehet szerinted beépíteni? Hát nem nagyon lehet amúgy biztonsági szelepeket, persze kell egy anyagi biztonság, de igazából, ahogy szoktuk mondani, vakarjuk majd a viszket. Tehát nem tudom, tehát nem lehet tervezni igazából, nem lehet tudni, hogy mi lesz. Nagyon nehéz. Egyébként itt Mezőtúron az emberek mennyire félnek mostanában? Szerintem változó. Van, aki fél nagyon, van, aki nem. Szerintem változó nagyon. Mindenki másképp gondolja ezt az egészet. Na, egyébként nagyon megosztó lett most, de ebben nem is akarok már, hogy hagyjuk is ezt a Covidot, mert nem jó vizekre visz. A boldogságról beszéltünk, sokkal jobb lenne arról, hogy kinek mi az, ami szerinted a te elégedettséged, vagy a te szárnyalásod alap kellékei így mik? Hogy így olyan jó érzéssel kell fel reggel és indulj el a szőlőfürt felé, vagy jó érzéssel menj haza? Hát én mindig jó érzésen megyek el a szőlőfürtbe, mert nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok, de nekem borzasztó nagy erőt adnak a szüleim mellett a gyerekeim. És főleg most, hogy nekem már ugye egy nagyfiam van, és egy nagyon okos és intelligens gyereknek tartom a másik kettőt is persze, csak hát ő már egy kis felnőtt, ahogy mondhatnám. És rengeteg energiát és támogatást ad nekem, ahogy a barátom mondta, coachom. Ez most egy új divatos szó lett. Az vagyok. Ő nem végezte el, de nagyon ügyes és okosan gondolkodik, és mi, mikor meghirdetünk ilyen kis esteket, akkor mi össze szoktunk ülni, és együtt beszéljük meg, és együtt hirdetjük meg. Neked ott van az Z-generáció gyakorlatilag tanácsadóként. Meg hát ő egy másik generáció, a 20-as évek, és akkor az én generációm, én gondolkodásom és az ő generáció belé tudása, meg ami van mögötte, meg gondolkodása, így összerakjuk, amink van, és együtt formáljuk ezt az egészet. Igazából ő most nekem egy borzasztó nagy erőt ad a fiam. Hatalmasat. És mi volt, amikor ugye persze nagyon sokat dolgozok azért, mert tény és való a vendéglátás amellett lehet sokat dolgozni, és mikor a kicsit mondták, hogy anya alig vagy itthon, akkor a nagyfiam mondta, hogy jól van, de most anya nagyot alkott, és hagyjátok kibontakozni. És ez hatalmas.
Nevesítsük ezt a csoda gyereket. Somlay Ádámnak hívják. Taps Ádámnak. Egyébként most ez nagyon jó, amit felvetettél, hogy anya sokat dolgozik, és szerencsé, hogy van egy családon belül egy ilyen menedzsere, vagy PR-osod, aki így javítja a rólad kialakult képet, hogy anya most éppen nagyot alkot, hogy mindezen alkotások azért nagyon sok energiát visznek el. A visszajelzések, vagy a csapat szeretete nagyon sok energiát ad vissza. Oké. De hogy töltődsz te? Hol van az én idő? Hol van az, amikor egész egyszerűen csak vagyok valahol, vagy aktívan, vagy passzívan, mert nekem jó, és ez most rólam szól. Nem azért teszem, mert teljesítenem kell, nem azért, mert elvárják, hanem mert csak úgy jól esik. Majdnem minden nap sportolok. Már 4 éve elég keményen. Most az utóbbi fél évben már csak heti 5-ször, de előtte heti 7-szer edzettem. És mi a bánatot? Lehet heti 7-szer csinálni? TRX-ezek, dinamikus jóga, futás és súlyzós edzést végzek. Mindig mondják, hogy de jó neked, hogy ennyi időd van. Valóban, 24 órán van nekem is, csak nem mindegy, hogy osztom be. Hát, hogy dolgozok, sportolok, dolgozok, és a család is még mellette belefér. Igazából mindenki úgy alakítja a napját, ami fontos, az mindig mindent bele tud rakni. Én akarok sportolni, és bele is viszem az életembe. Ott van a családom, az az alap, ott van a munkám, amit szeretek. Tehát ez a három dolog, ez így együtt tud működni. Aztán persze biztos vannak olyan dolgok, amikről nem mondok, de biztos azért mondok le róla, mert nem fontos nekem. De nekem fontos, hogy sportoljak, mert akkor arra koncentrálok csak, és semmi másra. Hogy azt az 1 óra hosszát végig tudjam futni, végig tudjam TRX-en, és csak arra koncentrálok. Amúgy van, amikor akkor is agyalok, meg jutnak eszembe dolgok, meg jó gondolatok, de akkor szoktam töltődni, mikor elmegyek úgy, hogy fáradt vagyok, de mosolyogva megyek haza. És vidáman, de az egy fizikai fáradtság, de mellette mégis feltöltődöm. Tehát elmondani nem lehet, hogy nekem mit hoz a sport. Tehát ez egy jó pszichológus. Igen, ezt tudod, egyébként az a döbbenet, hogy ezt mindenki mondja, és az emberek így hallgatják, és így nem hiszik el, amíg meg nem tapasztalják. Pedig ugye tényleg endorfin szabadul fel, tehát örömhormon, tehát nem kell ahhoz csokoládé, vagy valaki, hogy csináljon valamit, hanem hogy ahogy szoktuk mondani, hogy a két lábam mindig kéznél van, és el lehet vele indulni, és tenni azért, hogy az ember jobban legyen. Téged kikapcsol a természet, meg a méhek, de azért hadd higgyem azt, hogy hadd kérdezzek rá arra, hogy azon túl, hogy ez a szakmád egy szerelem, egy hivatás, vagy küldetés is, és ez egy nagyon szép szó, és jó értelemben, és nem túlzással mondom, és hiszem, hogy neked az. Neked hol van valami kis lillás mániád, valami más, amit szeretsz, és amit azért becsempészel az életedbe, mert jól esik, és az a tiéd. Van ilyen én időd? Én idő. Igazándiból én is, úgyhogy sokat dolgozok, a lányommal igyekszek foglalkozni, és ő viszont nagyon kreatív, és mondta, hogy ugyan ő méhész nem akar lenni, de amennyire tud engem támogat. Tehát nekem igazándiból vele. Mennyi idős most? 11 éves lesz. Miben kreatív? Azt mondta, hogy ő szeret írni is, tehát ő bekapcsolja a laptopot, és akkor ő éppen írogat, vagy rajzol. Bármi, ami éppen eszébe jut. És téged mi kapcsol ki a munkából? Nézek ki a fejemből. Sem, hogy az ember nem csinál semmit. Vannak emberek, akiknek az egyik legnagyobb baja az, hogy nem tudnak nem csinálni semmit. Pedig néha semmit csinálni, isteni. Hát sokáig ne. Ember utána meg már olyan tehetetlen, tehát muszáj valamit csinálnom, mert akkor lelki furdalásom van, hogy nem csináltam semmit, de néha olyan jó. Így van. Tudjátok, vannak emberek, akik például nagyon szeretnek panaszkodni, vagy úgy tépelődni, vagy úgy tipródni, és akkor mit tudom, így coachingba jön, és akkor mondja, hogy mert annyira, csak jön a panasz, és hogy ez rossz a rendszerben, meg az baj a főnökkel, meg az akkor. Mondtam neki, hogy na, vegyük elő a naptárt, és akkor írjuk be pénteken délután 4-től 6-ig
szarul érzem magam. Tépelődök. Bosszankodok. Te mondom, 4-kor kezdj el. Persze már röhög. De nyugodtan be lehet tenni a tépelődés 2 órája, aztán az akkor nem már röhögi, de vagy a semmit csinálás, muszáj néha ki kell kapcsolni, hogy az ember lelke ugyan utolérje a testét. Ezt nem tudom, múlt héten mondtam nektek, hogy Malvin, hogyha már mondtam, akkor szólítsatok Malvinnak, hogy van, én nagyon szeretem a legendás történeteket, és hogy aki nem volt itt, az most először hallja, aki itt volt, az meg akkor most már megtanulja, hogy amikor Amerikát felfedezték ugye a telepesek, akkor tudjátok, még az indián regényekből emlékezhettek rá, hogy ugye telepítették a vasútvonalakat. És hát az csoda volt a gőzmozdony, mint találat, feltalálás, vagy találmány. És akkor mondták az indiánnak, hogy aki ugye addig lovon járt, hogy gyere indián, próbáld ki ezt a csodajárgányt, hát tehát csak a lovon jártál, hát ez sokkal gyorsabb, fantasztikus. És felültetik az indiánt a vonatra, és az indián egy idő után azt mondta, hogy állítsátok meg a mozdonyt, leszeretnék szállni. És kérdezték, hogy de miért indián? Mert lemaradt a lelkem. És néha ez a világ olyan, szerintem, és ez egyébként a kiégés veszélye is olyan, hogy amikor az ember szenvedéllyel csinálja, és nem veszi észre, hogy a lelki kézifék már be van húzva, és nincs, ha elkezd eltünedezni a sport, ha elkezd eltünedezni, néha csak nézek ki a fejemből, ha elkezd eltünedezni a nyaralás, vagy a mosoly, vagy a humor, neked van saját kis mániád? Utazás. Meg ha nem is tudunk elmenni utazni, például most, tervezni, hogy ide is el szeretnék menni, meg még ide is el szeretnék menni, meg ide is, de ilyen nem ilyen nagy luxus utakra kell gondolni, kis hátizsákkal. Menni, jönni, menni, letérni az útról. Az. A vállalkozás is ilyen, nem? Hogy úgy van egy elképzelés arról, hogy milyen egy üzlet, vagy milyen egy kocsma, vagy milyen egy presszó, és akkor te azon agyaltál, hogy hogyan lehetne letérni ezekről a határozott utak. Igen, meg hogyan lehetne jobbá tenni. Aztán persze elindul az ember, szárnyal a gondolat, lehet, hogy meg se valósítasz semmit, amit már 3-szor véghez vittél a fejedbe. Aztán egy 4-be beleugrasz, és jó lesz. Aztán lehet, hogy az 5-be, amire tutira gondolod, hogy nagyon-nagyon jó lesz, az már 2 hónap után kiderül, hogy mégsem jó. Amit én nagyon-nagyon szeretek, sok jó emberrel körbevenni magam, akik mosolyognak és vidámak, és az úgy feltölt. Hogyha most majd jön ez a 2021-es év, az elején 10 évre akartam veletek ugrani, de most már értem, hogy te miért nem voltál hajlandó, hogy messzire nem tervezünk, de múltkor megkérdeztem, hogyha lenne egy varázspálcám, és egyet lehetne kívánni, és én valóra váltam, akkor te mit kívánnál? Hú, ez nagyon nehéz kérdés, már annyi kívánságom van. Adjam oda a varázspálcát. Az üzletasszony azt mondja, hogy éadod? Igen, igen. De rengeteg tervünk van még. Most pont egy vállalkozó társammal, az Ágival, június körül kitaláltuk, hogy valahogy ezt a sok jó embert, akik most is itt voltak ezen a színpadon, vagy akik itt vannak a körülöttünk, hogy ezeket össze kellene hozni, ezeket a vállalkozókat, őstermelőket, magánembereket, és mondjuk a lakosság felé egyszerűen tájékoztatva összehozni nagyon-nagyon gyorsan a lakosságot és a vállalkozót. És megvan a terv, és már indítjuk is nem sokára Mezőtúri Vállalkozók Egyesületét, ahova a lakosság is belépő tag lehet, illetve pártoló tag lehet, és lesz Mezőtúrnak egy vállalkozók által üzemeltetett, nem önkormányzati, nem állami, apja, mert ugye mostanában mindenki az interneten van, és akkor ezen az appon belül majd mindenki nagyon-nagyon gyors. De hogy apja, mondom. Hogy lesz a Mezőtúriaknak apja? Ja, erre majd mindjárt mesélek. Tehát akkor pontosítok, applikáció.
Túri app lesz majd valószínűleg a neve, hogyha tudjuk ugye engedélyeztetni, ugye engedélyekre van szükség. Sportesemények is benne lesznek, tehát mondjuk otthon ül az ember a gyermekével, na, és felütöm az appot, na vajon mi van? Foci meccs, kézi meccs, vízilabda meccs? Vagy hova menjek el vásárolni? Vagy mondjuk elindul egy őstermelő a kis tanyájáról 10 tyúkkal a Delta piacra szerdán, és akkor ő fölrakja, hogy én elindultam a Delta piacra, 10 órától délig ott vagyok, és árulok 10 tyúk. Ilyen Facebook csoportot nincs? Van, de... A Facebook, ugye ott mindenkit ki kell keresni külön-külön? Nem, nekünk van egy olyan, hogy Csobánka Info. És akkor abban benne vannak a csobánkaiak. És amikor én nálam volt felesleges terméskő, mert akitől megvettem a házat, annak, hát az nem sziklakertet csinált, hanem tehát nem volt kert, csak szikla. És annyi volt, mint a rossz seb, érted? Más meg keresi a terméskövet. Felírtam a Csobánka Infóra, hogy ingyen odaadom a szép termésköveket, csak vigyék el. Gyakorlatilag sorbaállás volt a terméskövekért, de ugyanígy, tehát hogy van egy ilyen kör, amiben benne vannak, és ott tökre lehet infót cserélni, hogy foci meccs lesz este, a nem tudom hol, vagy festésre hívom a gyerekeket a kertembe, vagy babazsúrt csinálok, vagy csak az jutott eszembe, hogy valami másképp, tehát csoportként működve, nem a Mezőtúr Facebook oldala, mert az más. De ez is lehet egy út, csak mondom. Igen, hát azért gondoltunk erre az applikációra. Azért gondoltunk, mert ugye ez küld értesítés mindenki telefonjára. És tudod milyen? Ránézünk a telefonra, hopp, mi van ott, egy kis üzenet, és már rá is kattintasz, és már jön is az információ. Illetve az új vállalkozók, mert ugye nem sokára lesz Mezőtúron egy halas vállalkozó is, rögtön az új vállalkozók előre kerülnek. És rögtön értesítve van az összes mezőtúri lakos, vagy mindenki, akinek le van töltve ez az applikáció a telefonjára, hogy mi történik a városunkban. Illetve a Mezőtúri Vállalkozók Egyesületének óriási tervei vannak, tehát a vállalkozók összefogása. Egy évben egyszer a vállalkozói vál, ugye ez nagyon-nagyon fontos, kapcsolatteremtés, segítsük egymást. Vagy éppen, hogy dolgozzunk össze, tehát az én üzletemben megtalálható a Lilának a méze, megtalálható a Fekécs Kriszti által ajándékba kapott kis táblák például, de nagyon sok vált, tehát össze... Ez annyira tetszik nekem egyébként. Nekem már eszembe jutott ma a múlt héten, hogy meg kéne Csobánkán csinálnom a Csobánkamrát. Csobánkamra. De ott van egy kis étterem, nem működik az se. Majd veletek konzultálok, hogy kell dolgokat csinálni. De az egy dolog tetszik Csobánkán, ez sok dolog, mert gyönyörű a hely. Hogy ebben a kis étteremben a férfi vécére az van írva, hogy Csobán, a nőire meg a Csobánka. Ez milyen cuki. Nem cuki. Na de az, hogy Mezőtúrnak lesz apja, erről az jutott eszembe, hogy a múltkor a fiamat kérdeztem, hogy hova tettem, nem láttad az én, hogy hova tettem a mappám. Mire azt mondja, hogy anya, ott van az asztalon. És hát megyek az ebédlő asztalra, érted, keresem. Anya, a számítógépes asztalon van a mapp. A másik meg, az a Brandettivel való együttműködésünkben, Fruzsina, aki ugye Y-generációs számítógépekben tök ügyes, és mondtam, hogy szükségem van egy kör alakú ábrára, mert életkerék gyakorlatot akarok csinálni valahol, és töttöröm, és hogy tudna-e segíteni nekem, hogy ez több példányban meglegyen, és akkor kinyomtatva, és akkor én ki tudom osztani a tréning, vagy a workshopon, vagy nem tudom. És mondta a Fruzsina, hogy persze, és van nálad körző? És nézett rám, mint egy ilyen régészeti leletre. De amelyikből már csak a koponya maradvány van meg, érted? Hogy miért kéne körz? Hát mondom, mert lerajzolod cikkekre, azt lefénymásolod. No, azt mondja, Nóra, számítógépen, hidd el, van kör. És azóta mindig röhög, hogy nincs körzöm, Nóra. Na mindegy, szóval most majd lesz akkor a mezőtúri vállalkozónak egy közös apja, akkor neked mit kívánjak? Van varázspálcám.
Igazániból a lilla mézét szeretném úgy, hogy ne csak itt a megyében, hanem országos szinten. És akkor hozzá tudjanak engem is kapcsolni, tehát ezt tovább vinni. Ezen az úton elindultam, és akkor egészen addig, hogy mindenki megismerje. Tehát haladni azon az úton, ahol jársz. És neked valami versenyre nem készülsz? Iron Woman vagy... Már voltam ilyeneken, tehát ez a spártán versenyekre jártam, a félmaratont lefutottam, tehát ezek megvannak már. Most sportbeli terveim nem nagyon vannak, nagyon kemény vagyok. Jó, hogy ezt a végén tudom meg. Erős is vagyok, hát lehet, nem tudom. Szóval a sportban már megvan, aminek meg kellett lennie. Hát nem biztos, hogy minden megvan a sportban, ami meg kellett lennie, most ennyi fér bele az életemben, hogy az meglegyen. Hát először is egészséget szeretnék kívánni, úgy minden körülöttem levőnek, nagyon-nagyon sok egészséget. A másik meg még kívánhassak még hármat. Huncutok vagytok, ki meg lenni a varázspálcám, ki meg még itt alkudozna velem, hogy én mennyi lehetne esetleg. Minden este én nagyon köszönöm, mert nálatok volt varázspálca, mert engem elvarázsoltatok. Gratulálok! Jövök, majd megnézem az apját. Remélem egyszer engem is kidob, hogy Szili Nóra itt van Mezőkúron. És akkor újra találkozunk. Én viszem híreteket. Viszem a lilla méze hírét, a szőlőfürt hírét. Ha Mezőkúra jön valaki, éjszaka is megihat egy kávét, vagy ehet egy szendvicset. Nem beszélve arról, hogy milyen szívek szóló, személyre szabott kis kacatokat lehet találni, piros szívecskét, kis angyalkát, az angyalkát, azt még itt ne hagyjam a fehér angyalkával, a szelvisszem, mert ez egy kezdett szimbóluma volt. Finomságokért, sütikért, perecekért, virágokért, turikamráért, én nagyon boldog voltam, hogy ezen a két szombaton itt lehettem veletek, köszönöm szépen a nyitottságot, a figyelmet, és remélem, hogy nem jöttem hiába. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Köszönöm szépen. A taps nekik jár, és nektek. És egy fotó lesz közösen, jó? Azt gondolom, hogy azért működnek a vállalkozások, mert látják, hogy szívvel, lélekkel oda tesszük magunkat. És akkor még az El Caminóhoz szeretnék szólni, hogy mi 3 évvel ezelőtt 5 kolléganőmmel kitaláltuk, hogy az El Camino magyarországi szakaszát, a Szent Jakab Zarándok utat végigjárjuk. Ez 200 kilométer, Clark Ádám 0 kilométer kő Budapestről indul, majd Győr után Lébénynél hagyjuk el az országot, 200 kilométer, nulla edzettséggel, 15 kilós, 20 kilós hátizsákkal, itt-ott aludtunk szállásokért potom 1000-1500 forintért, és megcsináltuk, de nem azért, mert kemények vagyunk, hanem azért, mert itt fejbe dölt el minden, mi ezt meg akartuk csinálni, Anikó. Úgyhogy menjél az El Caminóra. És tartsanak vele, mert ő is meg fogja csinálni. Tehát az erő a fejbe dől el, és az összefogásba is köszönöm szépen Nórának ezt a profi két szombatot, azt, hogy kihoztál belőlünk ilyen-olyan dolgokat, és akkor azt gondolom, hogy úgy a fel, ha én is megkérdezem tőled, ha nekem lenne egy varázspálcám, mit kívánnál tőlem, vagy mit kívánnál tőlünk mezőtúriattal? Kapsz 5 másodpercet, még odaérek. Ne menekülj! Ha lenne egy varázspálcád, akkor... Akarsz róla beszélni? Igen, akkor... Akkor hadd csinálhassam úgy, ahogy csinálom hitem, szívem, szellemem, felkészültségem és lelkem szerint tovább azt, amit csinálok, hogy hadd menjek, hadd vigyem a szót, a kérdéseket, a gondolatokat, és hogy minél több emberhez eljusson az az üzenet, amit én magam is
képviselek az értéktartásról és a mértéktartásról, és arról, hogy szenvedéllyel élni jó, alkotni jó. Én ezt kívánom magamnak, hogy erre képes maradjak, és tessen. Igen, ezt akartam kérni, hogy tapsoljuk meg. És szerintem legyen ez a zárószó, mert hisz Nóra ugyanazt kívánja, amit mi. Tehát itt találkoznak az érzések. Úgyhogy remélem, hogy jó szívvel mentek haza, de még mielőtt hazamentek, köszönöm, hogy ide hoztátok. Ugyanis azt mondtuk, hogy három ajándékot sorsolunk ki. Megkérném Molnár Kunlillát, bocsánat, még szoknom kell a nevedet, hogy ott hátul az asztalon találod az ajándéknézedet, légy kedves, hozd ide, és megkérek valakit, hogy húzzon ki egy nevet, mert ugye azt mondtuk, hogy aki részt vesz a műsoron és bedobja a saját nevét, az ad esélyt magának arra, hogy nyerjen Lillától egy mézet. Kérném szépen, tessék bele nyúlni jól az üvegbe. Ha a saját nevét húzza, akkor ciki. Soltész Szilvia. Itt van Szilvia? Ott van Szilvia. Tapsoljuk meg Szilviát, megnyerte Lilla mézét. Keresem Anikót, hol vagy? Anikó, a tököt kérlek szépen. Odaadni a következő nyertesnek. Akkor is stílusos, azt hiszem, hogy apuka húzza ki a kezembe szól. Kérném, hogy olvasd. Pozderka Imre. Imruska! Imruska nyert egy tököt. Tapsoljuk meg Imrét. És akkor a Túri Kamra gyógynövény ajándékához megkérem Zsófit. Hol vagy Zsófi? Zsófi a Túri Kamra ügyvezetője. Bátran tessenek hozzá fordulni. És akkor megkérnének, hogy húzz egy nevet. Úgy nem látom, szemüveg nélkül. Ez nekem is baj lesz. Restje Erzsébet, jól mondom? Tapsoljuk meg a Túri Kamra gyógynövény csomagát. Vigyázzunk, Covid van, nem puszilkózzunk, mert ezért is kikapunk. Szeretne valaki szólni? Ne menjünk úgy haza, hogy szavak, mondatok belénk ragadtak. Szeretne valaki valamit mondani Nórához, bárkihez, bármit, bárhol, bármikor? Adom. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és igen, bántott engem, hogy mit mondanak, de mindenért kárpótolt. Tehát ez egy rettenetesen jó kezdeményezés, és hiszem azt, hogy minket, nőket, ha egyszer összefognak, akkor csodákra vagyunk képesek. Úgyhogy köszönjük mindannyiunk nevébe, hogy itt lehettünk, és hogy ránk gondoltál, és hogy elhívtál bennünket. Köszönjük szépen! És köszönjük, hogy eljöttetek! És szeretnék egy örömhírt bejelenteni, ugyanis Nóra és a Brendetti arra inspiráltatok bennünket, hogy mi itt a szünetben eldöntöttük, hogy megalapítjuk a, hát nevezzük így, hogy női akadémiát, első állomás szőlőfürt vendéglő, és bárki csatlakozhat, ez nem egy szekta, vagy ilyesmi, hogy mi csak mi nők, de igenis kell beszélnünk, kell egymással kommunikálnunk, kell találkoznunk. Természetesen most nem azt jelenti, hogy férfiak nem jöhetnek, de hogyha van... Mit? Női klub. Kell, hogy beszéljünk, de a fiúkat se zárjuk ki, de aki szeretne ezt csatlakozni, tessenek figyelni a Mezőtúri figyelőt, Facebookot, meg fogjuk jelentetni az apját, az anyját, tehát, hogy tessenek figyelni és csatlakozni, mert szerintem ez jó lesz. Ez egy családi beszélgetés. Köszönjük! Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, remélem, hogy feltöltődött a szívük.